Howard Phillips Lovecraft, a megnevezhetetlen. Ott ültünk egy őszi késő délutánon egy 17. századi roskatak síron az Arkami ótemetőben, és a megnevezhetetlenről diskuráltunk. A sírkert óriás fűszfáját bámulva, amelyeknek törzse csak nem elnyelt egy ódon kiböngészhetetlen feliratú sírkövet, valami hóbortos megjegyzést tettem a kísérteties és kimondhatatlan táplálékról, amelyet a kolosszális gyökerek szívhatnak ebből a csontokkal teli vénföldből. Erre barátom megdorgált ostobaságomért, és azt mondta, mivel ide már több mint száz éve nem temettek senkit, semmilyen táplálék nem létezhet, amit a fa természetes körülmények között ne szívna magába. Hozzátette, hogy a megnevezhetetlen, elgondolhatatlan, állandó emlegetése elég gyerekes dolog, valószínűleg ezért vagyok oly kevéssé elismert szerző. Túlságosan szeretem történeteimet olyan látványokkal vagy hangokkal befejezni, amelyek megbénítják és elgyávítják hőseimet. Se szólni, se gondolkozni nem tudnak, hogy elmondhassák, mit tapasztaltak. Mi csak olyan dolgokat ismerünk, mondta, amelyeket öt érzékszervünkkel vagy vallási megvilágosodással érzékelünk, ennél fogva tökéletes lehetetlenség olyan témáról vagy jelenségről beszámolni, amely nem írható körül precíz meghatározásokkal vagy teológiailag korrekt tanításokkal, lehetőleg kongregacionalistával, kiegészítve a hagyomány és Sir Arthur Conan Doyle hozzájárulásával néha bátortalanul vitatkoztam ezzel a barátommal, Joel Mantonnal. Az East High School igazgatója volt, Bostonban született, ott is nőtt fel, és ugyanolyan öntelten süket volt az élet finom felhangjaira, mint általában az új angliaiak. Nézete szerint csupán a normális, tárgyilagos tapasztalatok bírnak esztétikai jelentőséggel, és a művésznek nem annyira az a dolga, hogy a cselekménnyel, az extázissal és a megdöbbentéssel heves érzelmeket keltsen, hanem inkább jóindulatú érdeklődésre és helyeslésre kell törekednie, hétköznapi események aprólékos, részletes leírásával. A hétköznapi eseményeket külön megnyomta, ismerve vonzalmamat a misztikus, és a megmagyarázhatatlan iránt. Bár sokkal erősebben hitt a természet fölötti benne nálam, nem akarta elismerni, hogy irodalmi téma lehessen, az ő világos, gyakorlatias, logikus észjárásával el sem tudta képzelni, hogy az elme a legnagyobb örömmel menekülhet a napi taposómalomból, oly képek eredeti és drámai újrakombinálásába, amelyeket a szokás és a fásultság általában a létezés elcsépelt formáiba szorít. Ment annak minden dolog és érzés határozott kiterjedéssel, tulajdonságokkal, okokkal és következményekkel bírt, és bár homályosan sejtette, hogy az elmének néha vannak látomásai, kevésbé mértani, osztályozható és működőképes érzései, mégis úgy tartotta, hogy neki joga van önkényes vonalat húzva elutasítani mindent, amit az átlagember nem élhet át és érthet meg. Mellesleg úgy bizonyosra vette, hogy igazából semmi sem lehet megnevezhetetlen. Neki ez logikátlanul hangzott. Noha tisztában voltam vele, hogy minden képzeletgyújtó és metafizikai érvelés falra hányt borsú egy dogmatikus nappali lény önteltségével szemben, de volt valami ebben a délutáni beszélgetésben, ami többre ösztökélt megszokott vidatkozásnál. A mállatak palakövek, a fa pátriárkák, Körülöttünk a boszorkányok járt a vénséges város több száz éves manzárt tetői. Együttesen arra késztettek, hogy védelmembe vegyem írásomat. Hamarosan az tér felé tettem át támadásaimat. Tulajdonképpen nem volt nehéz ellent mondani, mivel tudtam, hogy Joel Menton valósággal csügg az öreg asszonyos babonákon, amelyeket műveltebb fők régen kinőttek. Hisz a távoli helyeken felbukkanó holtakban... Hiszi, hogy ha egész életünkben ott ültünk egy ablak mellett, az üveg megőrzi arcunk lenyomatát. Úgy érveltem, hogy aki elhiszi a vidéki nagymamák pusmagását, az azt is elhiszi, hogy a spektrális szubstancia még ezen a világon elválik anyagi megfelelőjétől. Azzal érveltem, hogy ilyen jelenségekben hinni, az Túl van a normális gondolkodáson, hogy ha egy halott embernek hatalmában áll keresztül küldeni látható vagy tapintható képmását a félvilágon vagy évszázadokon át, akkor miként lehetne abszurd feltételezés, hogy az elnéptelenedett házak tele vannak furcsa, érző dolgokkal, vagy hogy az öreg temetők levegője sűrű, sok nemzedék, szörnyű, testetlen intelligenciájától. És hogy a szellemet, ha mindazt végre akarja hajtani, amit neki tulajdonítanak, nem korlátozhatják az anyag törvényei. Miért olyan hallatlan elképzelni egy testben halott lényt oly formában, vagy forma nélkül, ami halandó szemlélőnek oly rémítő, hogy az már megnevezhetetlen? Jó indulatúan figyelmeztettem barátomat, hogy a józan értelem ebben az összefüggésben pusztán a képzelet és a szellemi hajlékonyság bárgyú hiánya. Közeledett a szürkületem, egyikünk sem érzett indítatást, hogy abba hagyjuk a beszélgetést. Mentonra láthatólag nem hatottak érveim, buzgón cáfolgatta őket. Mérhetetlenül biztos volt a saját véleményében, ami kétségtelenül hozzájárult tanári sikereihez, ugyanakkor én is voltam annyira biztos a saját igazamban, hogy ne akarjak visszavonulni. Leszállt az alkony, néhány távoli ablakban kigyúltak a halvány fények, de mi nem mozdultunk. Ülőhelyünk, a sírkő nagyon kényelmes volt, és tudtam, hogy földhöz ragadt barátomat nem fogja zavarni a hátunk mögött a gyökerektől kínpadra vont téglafal mély hasadéka, sem a feneketlenül sötét árnyék, amelyel a düledező kihalt 17. századi ház választotta el bennünket a legközelebbi kivilágított utcától. Ültünk a sötétben, a kihalt ház mellett azon a repedezett sírkövön, Beszélgettünk a megnevezhetetlenről, és miután a barátom végzett a gúnyolódással, elmeséltem neki annak a történetnek a félelmetes bizonyítékát, amelyen ő a legtöbbet élcelődött. Az elbeszélés címet tető ablak, és 1922. januárjában jelent meg a suttogásokban sok helyütt, különösen délen is a csendes óceán partján, az e Féle magazinokat leveszik az állványokról a nyímnyám alakok nyafogása miatt, de új Angliában nem szokás vacogni. Pusztán vállat vontak különbségeimre. A dolog először is biológiailag lehetetlen – csak még egy ostoba vidéki plegyka, amelyet a hiszékeny, katon Medor belezúdított zavaros Magnália Kriszti Amerikánájába, de oly kevéssé hiteles, hogy még Medor sem merte leírni a helység nevét, ahol a borzalom megesett. Ami pedig azt illeti, ahogyan hangsúlyossá teszem az öreg misztikus firkálmányát, hát az is kézképtelenség egy könnyelmű és szeszélyes skriblerhez méltó. Medörnek csak ugyan mesélték, hogy a dolog megszületett de azt már csak egy olcsó szenzáció hajház képzelni, hogy az izé fel is nőtt. Éjszakánként beleselkedett az emberek ablakán, hús, vér és szellemi mi voltában is elbújt egy ház padlásán, amíg valaki századokkal később meg nem pillantotta, de az a valaki se tudta elmondani, mitől fehéredett ki a haja. Mindez botrányos badarság, mint Menton barátom nem mulasztott el rámutatni. Ekkor elmondtam neki, hogy mit találtam egy 1706 és 1723 között vezetett régi naplóban, nem egészen mérföldnyire innen, ahol ülünk, családi iratok között. Hozzátettem, hogy a napló kétségtelenül bizonyítja azoknak a sebeknek az eredetét, amelyeket ősöm a mellére és a hátára kapott. Azt is elmeséltem, hogy féltek a más dolgoktól is arra felé, amelyeket nemzedék adott tovább suttogva a következő nemzedéknek, egyáltalán nem mítikus őrület szállta meg azt a fiút, aki 1793-ban belépett egy elhagyatott házba, hogy megvizsgáljon bizonyos gyanús nyomokat. A dolog hátborzongató volt. Nem csoda, ha érzékeny diákok összeborzonganak a messze csüzetci puritanizmus hallatán. Oly keveset tudunk róla, mire lett a felszín alatt. Oly keveset... Mégis milyen bűzösen váladékozik az a csak néhány lidérces pillanatra fölsejlő kísérteties fekély. A boszorkány hisztéria szörnyű fénysugárként világít bele, mi fortyoghatott a kifacsart agyakban, bár még az is csak apróság. Nem volt ott semmi szépség, semmi szabadság, mint láthatjuk is a megmaradt házakból és felszerelésekből, a megcsontosodott tiszteletesek mérgezett szentbeszédeiből. A rozsdásvas vas alatt vihogó fajtalanság, ördöngősség lapult. Itt csak ugyan megdicsőült a megnevezhetetlen. Ördögi hatodik könyvében, amelyet senkinek sem szabadna sötétedés után olvasnia, Katon Medőr ugyancsak nem válogatta a kiátkozás szavait, zsidó prófétához illő szigorral és lakonikus egykedvűséggel számol be az állatról, amely ellette azt, ami több volt állatnál, de kevesebb embernél, a hibás szemű lényt, és a sikoltozó részeges, szegény ördögről, akit felkötöttek, csak mert ilyen szeme volt ennyit közölt, de már egy kommát se arról, ami azután jött. Talán nem tudta, vagy talán tudta, és nem merte elmondani. Mások tudták, de nem merték elmondani. Semmiféle utalás nem maradt fent arról, miért suttogtak egy padlásra vezető, lelakatolt ajtóról annak a gyermektelen, megtört, megkeseredett öregembernek a házában, aki egy nagy évben elkerült sírra állítatott, felírás nélküli sírkövet holott bőven maradtak fönt homályos legendák, amiktől megfagyjon a legsavósabb vér is. Ez van benne abban a régi naplóban, amelyet találtam, minden elpusmogott célzás vagy talányos történet hibás szemű lényekről, amelyeket éjszaka láttak ablakokban vagy kihalt mezőkön, erdők közelében. Ősömet valami megrohanta egy völgybéli sötét úton, Megdöfködte a mellét és összekarmolta a hátát, mintha szarvai, illetve majomszerű karmai lettek volna. Amikor pedig a nyomait keresték, hasott paták és homályosan emberére emlékeztető lábnyomok össze találták a letaposott porban. A lovas postás egyszer azt mondta, hogy látott a hillen egy öregembert, amint kiáltozva űzött egy rémítően szögdécselő, kimondhatatlan lényt a hajnal előtti fakó fényben, és sokan hittek neki. Az biztos, hogy különös mesék járták 1710-ben, amikor a gyermektelen, megtört öregembert eltemették a saját háza mögötti kriptába, szemben az üres palasírkővel. Soha sem nyitották ki azt a manzárdajtót, hagyták az egész házat úgy, ahogy volt. Rettegetten és kihaltan. Ha zaj hallatszott felőle, az emberek összesúgtak és megborzongtak, de bíztak benne, hogy erős alakat azon a manzárdajtón. Azután már nem bíztak, amikor a rém felbukkant a parókián, és egy lelket sem hagyott életben vagy egy darabban. Az évek során a legendák kísérteties szint Gondolom a lény már amennyiben élőlény volt, meghalhatott, ám emléke ocsmányul fönnmaradt, annál is ocsmányabbul, mivel titkolták. Elbeszélésem során menten barátom nagyon elcsendesedett. Láttam, hogy szavai mély hatással vannak rá nem nevetett, amikor befejeztem, sőt meg lehetős komolyan érdeklődött a fiú után, aki 1793-ban megűrült, és akiről elbeszélésem hősét mintáztam. Elmondtam neki, miért ment a fiú a mindenkitől került kihalt házba, és megjegyeztem, hogy azért kelthette föl az érdeklődését, mivel úgy hitte, hogy az ablakok megőrizték mindazoknak a képét, akik ott ültek előttük. Azért ment, hogy megnézze az iszonyú manzárt ablakait, amelyek mögött annyi mindenfélét véltek látni, és üvöltő őrületként jött le a padlásról. Menton elgondolkodva hallgatta, amit mondtam, majd fokozatosan visszatért boncolgató stílusa. A vita kedvéért elfogadta, hogy valami torsz szülött, csak ugyan létezhetett, ám emlékeztetett rá, hogy még a természet legbetegesebb perverzióira sem kell azt mondani, hogy ez tudományosan leírhatatlan, vagy megnevezhetetlen. Elismertem érvelésének következetes világosságát, és néhány további felvilágosítással szolgáltam, amelyeket az öregektől hallottam. Ezek a kései kísértett históriák, mondtam, szörnyeteg jelenésekről szólnak, amelyek rémi többek, mint bármiféle szerves lény lehet. A gigászi bestiális jelenések néha láthatóak, néha csak tapinthatóak. Holttalan éjszakákon kísértenek az öreg ház, a mögötten levő kripta és a sír körül, ahol egy facsemete hajtott ki az üreskő mellett. Az ilyen jelenések a meg nem erősített hagyomány szerint felöklelték vagy halálra szorongatták az embereket, esetleg egyiket sem, de minden esetre erős és tartós hatást keltettek, mert a nagyon öregek ma is rettegnek tőlük, bár az utóbbi két nemzedék idején a meséket nagyrészt elfelejtették. Talán, mert a lények nem jelentkeztek. Áttérve az esztétikai megközelítésre, ha az emberek emanációiban is előfordulhatnak groteszk torzulások, minő alak testesíthet meg egy olyan gonosz párát, mint egy eleve természet elleni, isten káromlón morbid gonosz perverzió kísértete. Egy torsz szülött halott agyának iszonyú emanációja nem ez lenne a maga legförtelmesebb igazságában az abszolút, az üvöltő megnevezhetetlen? Most már nagyon későre járt. De nevé a suhant el mellettem nesztelenül, és azt hiszem mentönt is súrolhatta, mert noha nem láttam, éreztem, hogy fölemeli a karját. És az a manzárt szobásház még mindig üresen áll? Igen, feleltem. Láttam. És ott valamit a padláson, vagy akárhol másutt? Csontokat az eresz alatt. Talán ezeket láthatta a fiú. Ha elég fogékony volt, nem is kellett neki jelenés az ablaküvegben, hogy kiforduljon önmagából. Ha ugyanattól a lénytől származtak, akkor hisztérikus lázálomba illő szörnyeteg lehetett. Isten káromlás lett volna ilyen csontokat otthagyni szabadon, így hát visszamentem egy zsákkal, és mindet elvittem a ház mögötti sírhoz. Volt rajta egy lyuk, azon keresztül bedobhattam. Ne gondolja, hogy bolond vagyok, látnia kellett volna a koponyát. Tíz centis szarvak nőttek rajta, holott az arca és az álla a miénkhez hasonlított. Menton közelebb húzódott hozzám, és most éreztem, hogy igazán borzong. Ám kíváncsisága nem csökkent. Na és mi van az ablaküveggel? Az eltűnt. Az egyik ablaknak még a kerete is hiányzik, a többiből is mind kihullottak a rombusz alakú apró üvegek. Az a régies fajta rácsos ablak volt, amelyet 1700 után már nem használtak. Nem hiszem, hogy az utóbbi több, mint száz évben lett volna bennük üveg. Talán a fiú törte ki, ha ugyan eljutott odáig, Erről nem szól a történet. Menton ismét eltűnődött. Szeretném látni azt a házat, Carter. Hol van? Üveg vagy sem, kicsit át kellene kutatnom. És a kripta, ahová azokat a csontokat szórta, meg a felirat nélküli másik, némiképp ijesztő lehet. Már láttam, mielőtt leszállt volna a sötét. Barátom túlfűtöttebb állapotban lehetett, mint gondoltam, mert ennyi ártalmatlan színfal hasogatástól is hátrahőkölt, sőt, valami gurgulázó folytott kiáltásban engedte ki magából az idegfeszültséget. Furcsa kiáltás volt, annál borzalmasabb, mert válasz érkezett rá. Még el se halt a víz hang, amikor recsenést hallottam a szurok feketességben, és tudtam, hogy a mellettünk álló elátkozott ház egyik rácsos ablaka nyílt ki, és mivel a többi ablak keret régen kiesett, azt is tudtam, hogy az ördögi manzárt üvegét vesztett ijesztő ólomhálós ablaka volt majd ugyanarról a retteget helyről ocsmány hideg szél hussant felénk, nyomában fülrepesztő sikoly kélt a meghasadt kő alól, amely ember és szörnyetek sírját takarta. A következő pillanatban lelökött hátborzongató padomról valami láthatatlan, titáni, de meghatározhatatlan ördöngősség. Elterültem az iszonyatos temető gyökerek a penészes földjén, miközben a kriptából olyan folytott hörgés és csapkodás hallatszott, hogy képzeletem Miltoni torszkárhozottak hozottak népesítette be a fénytelen homályt. Dermesztő, jéghideg szélörvényben repültek szét a lazadt téglák és a vakolat. Szerencsére elájultam, mielőtt megtudtam volna, hogy mit jelent. Menten noha kisebb, szívósabb is nálam, csak nem egyszerre nyitottuk ki a szemünket, bár ő komolyabban megsérült. Ágyaink szomszédosak voltak, és néhány másodpercen belül megtudtuk, hogy a Szűz Mária kórházban fekszünk. Ápolók vettek körül bennünket feszült érteklődéssel, készen rá, hogy segítsenek emlékezetünknek. Elmesélték, hogyan kerültünk ide, és hamarosan sort kerítettek a parasztra, aki délben talált meg minket egy magányos mezőn a Mido hill mögött, egy mérföldnyire az öreg temetőtől, egy olyan helyen, ahol állítólag mészárszék állt valaha. Mentönnek két súlyos seb volt a mellén, és néhány kevésbé komoly vágás vagy karmolás a hátán. Rajtam nem estek ilyen súlyos sérülések, noha teljesen érthetetlen hurkák, zúzódások borítottak, köztük néhány hasított patára emlékeztető nyom. Világos, hogy mentön többet tudott nálam, de semmit sem árult el az álmélkodó, kíváncsi orvosoknak, amíg meg nem tudta, miféle sebeink vannak. Akkor azt mondta, megvadult bikának estünk áldozatul, noha nehéz lett volna megmagyarázni, mit keresett ott az állat. Miután az orvosok és az ápolók távoztak, döbbenten odasúgtam neki. Jóságos ég mentön! mi volt ez? Azok a sebek tényleg így keletkeztek? De túlságosan bávatag voltam az örvendezéshez, mikor azt súgta vissza, amit félig meddig magam is vártam. Nem, Egyáltalán nem így. Mindenütt ott volt, mint a kocsonya vagy a nyálka. És mégis volt formája. Minden képzeletet felülmúlóan borzalmas, sok ezer forma. Szemek is voltak, hibás szemek. Ez maga volt a pokol, a végső ocsmányság örvénye. Carter. Ez volt a megnevezhetetlen. Fordította Bihari György, felolvasta Csirke József.